Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket adásban, vagy akkor, amikor kedvük tartja. Az a helyzet, hogy egy meglepetéssel szerettem volna kedveskedni évelei első adásnak, de hát az lezajlott, mert sajnos, amikor az évelei első adásunk volt, akkor nem ért rá Korda György és Balázs Klári, mert hiszen akkor szülinapja volt, és a szülinapot kiheverendő másnapra nem mertem ide rendelni őket kora délelőtre, amikor ez a felvétel zajlik. De most nagy örömmel bejelentem, hogy eljöttek egy héttel később, és hozzáteszem azt is, hogy ne higgyék, hogy libazsírt látnak, mert megkértem Katit, Szegvári Katit, hogy üljön be velünk, mert annyira lelkesen örültek egymásnak, amikor összetalálkoztak itt a mi kis várunkban, hogy azt gondoltam, hogy akkor sincs semmi baj, hogyha ezt a beszélgetést ketten csináljuk, ketten beszélünk össze-vissza, nem baj? Nektek nincs kifogásatok el? Nagyon köszönjük, hogy meghívtál. Közben felszámolok, hogy mióta ismerjük egymást, mikor még a Dohány utcában laktál, és ott volt egy csapat, és mindenki tudta, hogy hihetetlen hangod van, de te színész akartál lenni, és nem énekes. Hát, ha ismered így a Dohány utcát, ahol laktam, szüleimmel laktam, és akkor azt is tudnod kell, hogy szembe velünk, második emeleten lakott Verebes Károly színművész, és a fia Verebes. És Szántó Klári, aki színész volt, és a budai táncklub igazgatója volt, igen. Azt én elmondhatom, hogy Verebes Istvánhoz téged egykor néha gyöngét szállat hát, fűztek. Ilyen gyerek gyöngét, szóval igen. Onnan ismerted onnan, a művészre. Igen, és gyönyörű hangod volt, és mindenáron színész akartál lenni. Hát én... Érdekes módon akkor semmi köze nem, szóval nem is gondoltam arra, hogy énekes leszek. A színművészetire jelentkeztem, és a Karcsi készített föl. De hát... Már a Verebes Károly. A Verebes Károly. És kinézett nekem egy Adi verset, megöltem egy pillangót, amit én aztán úgy adtam elő, mert nem értettem, mostanra megértettem nem régen, hogy ez a megöltem egy pillangot, mint hogyha meg lenyomtam volna egy pillangot. Semmit nem értettem abból, amit a költő mondott. Aha. És érdekes módon teljesen jogosan, ugye Várkonyi Zoltán a harmadik rostán, vagy hogy? Rostá, igen. Ott kirostált engem, hál' Isten. Na de a harmadikon azért ott nem szégyen kiesni. Az elsőn sem szégyen, de én a harmadikon. De most nemrég volt az Adi centenárium, és fölkértek, hogy szavaljak el egy Adi verset, és ezt a verset választottam, és elkezdtem ízlelgetni, olvasgatni, és megértettem. Azt is megértettem, hogy miért rostáltak ki. Kérdezzük meg a Klárit, hogy ő minek készült? Menyasszonynak és énekesnőnek. Tehát akkor megkérdeztek 5 éves korban. Bianco menyasszonynak? Igen, de volt nekem is egy filmművészeti főiskolai felvételém, a musical szakra, és hála Istennek nem vettek föl. Én nagyon örültem. Pedig neked opera lemezed is van. Igen, de akkor más típust kerestek, és én az énektanárnőm bent ült a felvételiztető bizottságba, és a Kerényi Imre az szól, hogy ezt a lányt vissza kéne hívni. Nem jut eszembe, hogy hívták azt a főrendezőt, aki a zsűri elnök, felvételi bizottság elnöke volt, és azt mondta, hogy más típust keresünk. De lehet, hogyha fölvesznek, akkor lekerülök egy vidéki színházba, vagy nem tudom hová, és soha nem találkozunk. És én mindig annak örülök, hogy mi találkozunk. Hát és akkor énekesnő lettél, és mennyasszony is. És mennyasszony is lettem. Hát mennyasszony nem volt sokáig, mert hip-hop elvetted? Nem hip-hop, azért még 2 évig együtt éltünk, mikor mert te biztosra elvettem, szeretsz, csak azzal biztosra akartam. Ez ilyen karmikus dolog volt, mert már 2 évvel korábban kinézett magának, de érdekes, szóval... Mert egy bombázó voltál, egy nem örös tudom, hajó bombázó? Nem tudom, én soha nem éreztem, ma se érzem, én mindig csak jól ápolt akartam lenni. Én soha nem, most, hogy visszanézek régi képeimet, akkor néha azt mondom, hogy hát én erről nem is tudtam, hogy ennyi volt a derekam, úristen. Hát ugye utólag máshogy látja az ember. Most is olyan a derekad, csak az asztallal most akartuk. Hát nem, az idő elment, hál' Istennek, mert végül is
az életbe maradáshoz is szerencse 27 éves volt akkor a Klári, 27 amikor, éves, igen. Amikor összekerültük. Úgyhogy ez a házasság, ez olyan gyorsan elrepül, még nem mondjuk múlt időben, mert remélem, hogy még sokáig tart. Látszólag még egészen jól. Jól működőképesek vagytok mind a kettőn. Ugyanúgy imádjuk egymást, tehát semmi nem változott, csak hát változott, dolgoztunk egy kicsit. Mert most már a humor dominál. Azt akartam volna mindenféleképpen megbeszélni, csak akkor ez most így az elejére kerül, hogy az, hogy ti együtt dolgoztatok az első pillanattól kezdve, meg sőt, ez egy munka alapú ismerettség, igen, nem? Hát te fellépésen lettél kinézve. Igen. Ez soha nem okozott konfliktust? Tehát, hogy te megengedted Gyurinak, hogy ő rendelkezzen a ti kettőtök személyiségével? Mert te találtad ki a formációt, Véletlenül alakult így. Teljesen véletlenül. Volt előjele ennek. Elmondom, hogy például Cserháti Zsuzsával énekeltem annó egy duettet, nagyon nagy sláger, ott Maradj még. Igen. Azt hallgattam idefele jövett. Utána énekeltem a Csuka Mónikával is egy nagy slágert, a Szerelemért, A Love is a Life. Ez egy amerikai dal. Tehát valamiféle előjele volt, hogy partnerrel énekeltem, mert végül is szólista voltam. De sose gondoltam volna arra, hogy végül is ez a formáció fogja meghatározni a karrierek második szakaszát. Igen, mondjuk a mű. Hát végeredményben a Várenné, az a Kővári Kati volt, akit ti is ismertek, az Oriból fölhívott. Az Oriból fölhívott február végén, és azt mondja, hogy mit csinálsz, Balázs Klári, mit csinálsz? A korábbi Ori turnéból ismertük egymást. Klári nem csak ragyogó énekesnő, hanem isteni paradis. Igen. Klárikám édes, mondd el már, mit mondott a Honti Anna, hogy mi az, ami zavarja őt? A korom! És a Kati fölhívott február végén, hogy kellene, a Korda jön haza Amerikából, és lesz egy Ori műsora, és kellene három lány, és kellene két duettet énekelni, meg a vokált kellene énekelni. Jaj, mondom, akkor, nem, mert dolgozom, miért meg nem, suliba járok. Nem, mert a híred, Gyuri, azért elég érdekes volt, mondom. Igen? Hát, hogy ne? Na, a lényeg az, hölgy így be. Igen, és az igazság az, hogy én akkor a házasságban éltem, és én nem voltam egy... Balázs Gábor. Jazz-zongor. Igen. Nem, basszusgitáros. Bögős volt, hegedűrűt hangszerelt a lemezeinkre, és később. Nagyon képzett muzsikus volt, és milyen érdekes az élet, hogy a bátyja pedig a Balázs Péter, aki a Bajnai kormány alatt külügyminiszter volt. Úgyhogy én közéjük kerültem be 16 évesen. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, rendkívüli család volt az övéké. Nagyon sok mindent ott tanultam meg, a klasszikus zene szeretetét, az irodalmat, a színházat, a Gábor operába vitt havonta egyszer biztosan. Na, a lényeg az, hogy akkor a Kati fölhívott, és mondtam, hogy figyelj, gondolkozom, mert hát ugye most vizsgázni fogok, kozmetikus tanuló voltam akkor, meg dolgozom is egy szalomba, és hogy azt mondja, jó, akkor két hét múlva fölhívlak. Fölhívott két hét múlva, és mondom, figyelj ide, én elvállalom, de hogyha nem kell lennaludni, az Oribusz fölhoz engem, mert nem akarok lennaludni. Jó, persze, mondta. Na, a végén kiderült, hogy nem tudják megoldani, kényelmesebb, hogyha lennalszom. De a Gyuri nem, de már a próbákon, akkor jöttél haza Amerikából, már akkor nagyon csillogott a szemed, emlékszel? Persze. És akkor, na, szóval ott azon a turnén, a turné végére aztán a szerelem nagyon szorossá szövődött közöttünk, és akkor úgy éreztük, hogy bizony ez más. Ez más, mint ami eddig, hol van ilyen dal. Úgyhogy... Na, szakmázzunk egy kicsit, hogy honnan van nektek a tudásotok a zenéhez. Otthonról tanultátok? Hát, én ismerek nekem... olyan magyar musical színésznőt, aki például nem tud kottát olvasni, de zseniális. Hát, drága Katika, ezek a maiak egyáltalán nem tudnak. Nem tudnak kottát olvasni. Nem. Tehát
De van, aki tudkottát olvasni, és mégse jó énekes, tehát azért ez nem. Jó. De azért jobb, ha azért összefügg ez, mert ez egy szakma, bármilyen furcsa is, ez egy szakma, amit meg kell tanulni. Ugyanúgy meg kell tanulni énekelni, mint ahogy színpadi előadat. Például nekem ilyen tanárai voltak, mikor 59-ig nem éltetek, 59-ben. Nem, mi biztos, hogy nem éltünk. Senki nem élt. 59-ben a rádió stúdiójában a korrepetitorom Balassa P. Tamás volt. A magyar, a szép magyar beszédet Romhányi József tanította, Rimhányó József. Rimhányó, igen. A színpadi létet Horváth Tivadar színművész. Ó, de szerettem őt. És a zenei, tehát az kottaolvasát, elméletet Turán László. Turán László. Zongoraművész. És ezt meg kellett tanulni, hát persze, hogy tanulni kell. És aztán ugye ez énektanárhoz végigjártunk, hát sokat együtt. De most azért már nem jársz is, hogy... Ugyanolyan 40... a hang, ott szól a hangod most is, mint régen. Jó, de azért mi otthon kontrolláljuk egymást és skálázunk. Tehát igen, ez olyan, mint a sportolóknál a bemelegítés. Skálázunk meg. Muszáj, igen. De ugye ugyanott szól a hangod. Hát... Kis jó indulattal, igen. Nagyon jó indulat. Te egy tipikus tenor voltál. Drága Kati, tipikus tenor voltam, de mondott neked valami. A tenor a legérzékenyebb hang. Igen. Nem hiába mondták, hogy a tenor az egy állapot. Mikor fiatal voltam, nevettem ezen a meghatározáson. De azért állapot, mert ott a kor nagyon befolyásolja, tehát megvastag a hangszál. Hát én mikor hallottalak a múltkor a Juszték ünnepségén kiéreztetted a hangod, nekem ugyanott szólt, mint régen. Hát, pedig én elég érzékeny vagyok az ilyenre. Megtisztelsz ebben, amit mondod, de mondok neked egy példát. Annál nagyobb tenorista nem kell, mint Placido Domingo. Nem. Ő 77 éves, vagy nem tudom. Körülbelül, igen. De most egy kicsit szakmáról beszélek, hát neki a magas szél az olyan volt, hogy így. Most egy F-et már nem tud kiénekelni. De attól még ő a Placido. Hát attól persze, hát nem tud mit csinálni. Beleégett a fülünkbe az a magas C, és azt hiszük az F-re, hogy C. Igen. Azt de... akartam... Bocsánat, csak vissza akarlak benneteket egy pillanatra húzni az eredeti kérdéshez, hogy te igen, egy befutott sztár voltál akkor, igen, amikor igen, összeszövődtetek. Nem volt egyszerű. Nem. Sose határozta meg a közös léteteket? A közös létünkben soha sem, hogy a Gyuri? Igen. Hát, első pillanatban tudtam, hogy ez egy más dolog, tehát azt nem gondoltam, hogy szakmailag így... Tehát ez így alakult, hogy mi szakmailag is. Hogy ilyen jól fogjuk, nem gondoltad? Eszemben nem jutott. Amerikából hazahozott egy dalt akkor, a Barbara Streisand és a Neil Diamond duettjét, és már ment a műsor, amikor ahhoz a dalhoz énekesnőt keresett. Én gondoltam magamban, hogy hát itt van az én szopránom, nem jut eszébe. És kerestem énekes. Jó, nem mondok partner, neveket, megdöbbentem, mindegy, hogy ilyenekre gondoltál, nem baj, meg van bocsájtva. De aztán egyszer együtt utaztunk a kocsiban, mert akkor már kezdtél nyomulni, és akkor énekeljük, mert egy nem hozol több rózsát, és akkor ez, jaj, milyen szép, milyen magasságaid vannak neked, és íz, és minden, és akkor... Melyik tudod, volt ez a dal? Nem hozol több rózsát. Ő már legyen, nem hozol több rózsát. Azt mondja, jó, hát akkor te leszel a partnerem ebben a dalban, és így indult. Ez volt a legelső duettünk, egy búcsúzásról szólt, és a színpadon egymás felé fordultunk, és halálosan szerelmesek voltunk. Nézzük, és szakítottatok egyébként a dalban. A dalban szakítottunk, de közben meg lángolt a szemünk. Nem hozott soha már, ez a igen, vége. Ott pedig búcsúztunk. Érdekes helyzet volt. És sok mindent tanultunk, azt mondom, hogy egymástól lehet, hogy ez nagy képűségnek hangzik, de nekem egy olyan énektanárnőm volt, a Bóta Gizi, aki a rádiókórusban énekelt, és a Filmművészeti Főiskolán hangképző tanárnő volt, és nekem ő volt az egyetlen, több énektanárnőm is volt, aki a légzés technikát úgy megtanította, hogy nekem úgy áll most is a levegő, mint a beton. Na, a Gyurival. De jó neked.
Aztán a Gyurival elkezdtük ezt csinálni, és akkor láttam, hogy neki nem. De Gyuri, tulajdonképpen ő akkor azt mondja, én most érzem azt, hogy mi az, amikor úgy megtámasztod azzal a levegőoszlopot, az addig szól, amíg a levegőd van. Tehát nagyon érdekes ez. Aki ezt megtanulja, nem reked be éneklés közben. Na ez az, amiért úgy érzed, hogy a hangom ugyanaz, mert a technika, igen, az sok fontos. Mindenen átsegít. Igen, igen. De hát hol van az a focista, aki 80 évesen ugyanúgy tud futni, mint 25 évesen? Gyuri, nem várja el senki, hogy... Nem. Nem azt mondtam, csak Katikával beszélgetek. Azt akartam volna egyébként mondani, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy 7,8 millióan nézték meg a Reptért. Az egyik. Eddig. De többször, eddig. Több helyen eddig. Van föltéve. Na, van, ahol 1 millió, van, ahol 500 ezer. Ez 7. Na, de ha összeadod, az ugyanaz. Meg, ez az egyik ilyen videóklip. Videó megosztó. De például az eredeti, az már 3 millió 800 ezeren. De ez több van, most, a, mint ez, ez 7 millió 800 ezernél van, de vannak ilyen 800 ezer, tehát hogyha összeadogatjuk, akkor 15-nél tartunk? Igen. És ezzel sajnos, nem sajnos, hanem ezzel Majkát, aki a jelenlegi hát legjobban értékesített szár, zsebre vágjátok számban. Tehát az annyit jelent, hogy a fiatalok ugyanúgy esznek benneteket. Igen, ez tulajdonképpen a nagy dolog, hogy... Mert ez a nézettség, szóval ez a lájkolás, ez egy nem tudnak, biztos. Nem lájk, az nézettség, vagy amit nézettség? Látottok. Uh-huh. Egyébként az érdekes dolog, hogy a ti újjászületésetek, ugye a Sziget Fesztiválon, ahol a fiatalok elkezdtek nézni, én beszéltem fiatallal, és elmondta, hogy hát kimentünk megnézni Gyuri bácsit, és utána azt mondta, hogy hát ez zseniális. Tehát igen. Először elmentek, hogy na, tud-e még mozogni? Igen, Gyuri szokta mondani. Megnéztek, hogy tudok-e még mozogni? Hát, tudok. Mókából néznek meg, és lett egy valóságos igen. Közönség. Na, de igen, ez több mint 20 évet tart. Igen. Ez igen. Több mint 20 évet tart. Egy, valamit kell ehhez nyújtani, és valamiféle abszolút szimpátiának kell hát lenni. Ez kevés a dalok. De az az érdekes, hogy például olyan dalaimat is dúdolják, amit 59-ben szeretni kell, ennyi az egész. Hát a YouTube-on... Le tudjuk vokálozni, nem jó minőségben, de mindegyik szak. Igen. Mindegyik dalatok. A Reptért, mikor megláttad először, ott tudtad, hogy ez ekkora sláger? Nem. De bábólintottál? 42 éve énekeltem már. Tudom. De... Máté Péternek a dala, persze. Több dalt írt erre a lemezemre. Hármat is. És tudtad, hogy ez ekkora... Nem. 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 Tudtam, hogy jó dal, de az, hogy ilyen reneszánsza lesz, arra nem gondoltam. Nem most tudtam. Ez egy tévésorozat, ugye? Vagy valamilyen... Ahhoz semmi közünk. Nem szabad beszélni, vagy nem? De szabad a tévésorozat, amiben belerántottak, úgyhogy nem is tudtunk róla. Nem tudtuk. Jó, akkor az a pár perc volt, amiénk abból a sorozatból, de a Budapest Airport megcsinálta a klipjét a Reptérnek, és tulajdonképpen akkor dobódott ennyire föl. Korábban is énekeltük műsorokban, de az igazi visszatérése ennek a dalnak, ahogy mondod, most. Volt olyan dal, amit megbántál, hogy azt mondtad, hogy nem kéred, és nagy sláger lesz? Szerintem igen. Hát volt, például a Lady Carnevalt, amikor, nem tudom, emlékszel-e Bánki László? De azt nem adtad vissza, a Kati azt kérdezi, hogy voltam, a Vándor Kálmán. A zenés műfaj királya volt, mint szerkesztő a Magyar Televízióban. Azt mondta nekem, hogy énekel ez a... Tadós Péter írt egy szöveget rá. És hát nekem az óriási szerelmes dalaim volt, hogy visszatérek én, aki mellett. Ránéztem a szövegre, mondom, villan a topáz, visporos, parókám, ne. Élete a tánc, ő lédikán. Ne. Azt mondja nekem, Bánki László, Gyuri, ne, ezt ne csináld, ezt énekeld el. Áll a jó Istennek. Aztán hallgattam rá, mert azóta is ének hát már kihagyhatatlan. Imádják. És szeretik. De volt ilyen.
És a mamma? Az abszolút, a mamma Maria, az abszolút rögtön. Azt tudtad, hogy ez... Az abszolút. Hát főleg én. Amikor elkezdtük, azért azt a mondatodat nem felejtem el a Bródy Sándor utcában. Bementünk, fölénekeltük, és mondom, Gyuri, olyan jó, hogy ezt fölénekeltük, mert meglátod, hogy ez nagyon jó lesz. Mert én már korábban is forszíroztam, és azt mondta, Klárika, hagyjad már lerágocson. Mondom, könyörgöm, rágjunk még rajta egy kicsit. Van még felénekeltük, és kijöttünk, és a Bródy Sándor utcában azt mondtam a Gyurinak, hogy Gyuri, meglátod, hogy ez nagyon-nagyon jó döntés volt. Hát begurulnak rá az emberek mind a mai napig. Viszont a kérdésedre csak nem az, hogy mit mulasztottam el, hanem hogy esetleg valamitől valamivé változott. Volt egy ilyen dalom, Blum József, Vándor Kálmán, Visszatérek én, óriási. Hiába üzöl. Visszatérek én, hiába üzöl. Na most ezt ott úgy kezdődött, hogy Vándor Kálmán, aki a Népszavának volt a sportrovat vezetője. Ezt én nem tudtam tényleg. Nem tudtam. Hát ez fantasztikus. Ott a sportrovatnál mindenki csak énekelt, állandóan az énekesek ott forogtak. Azt mondja nekem, egy magyar dalt írtunk neked, a Blum József, ezt hallgass meg, mert ő volt a nagy előénekelő. Minden csókodért adok egy csillagot. Ez mi ez? Valami orosz tábornoknak kérdezik a szemem, hogy minden, akik ott csókoloznak és kap egy csillagot, de ne! Ebből lett visszatérek én, hiába üzöl el. Ilyenek vannak. Jó. De a Kati azt kérdezte, hogy van-e olyan, amit kihagytál a Sanremói daloknál, amikor ja, választhattál, a például rossz, ott, az hiba ott, volt. Amiből igen. Más csinált slágert, mert te azt mondtad, igen. Hogy nem kéred mondom, szépen. Akkor te tudsz. Vándor Kálmán kivitt Sanremóba. Engem először voltam ott, és élőben láttam a Sanremói fesztivált, amit megnyert egy... Alacsony választ venni, nem emlékszem a nevére, túlva a dalt, Renoy Jordi, Nicoládi Bári nyerte, Renoy Jordi de Alcobaleno, Finio, Várvány fényben egy virágos, a második egy olasz, egy szicíliai énekes lett, aki énekelte a... Violákat. Come le violanche tu ritornerai. De szép ez is. És a harmadik, Vado lavorare, azt mondja nekem a Kálmán, válasz kettőt a három közül. Én az elsőt meg a harmadikat választottam, és a második lett a legnagyobb sláger Szécsi Pánnak, a Violák. Violák, igen, igen. Te ugyanúgy énekelhettem volna, csak ezért mondom, hogy a kérdésedre válaszolva, persze, hogy volt ilyen. De hát mindent nem lehet, és mindig nem lehet jól dönteni. De azért többnyire jól döntöttetek. Azt gondolom, igen. Volt egy időszak, amikor nagyon elhúztunk a klasszikus világ felé. Hát amikor te az operalemezt csináltad. Az operalemezt csináltam, és én azt gondolom, hogy volt, aki félreértette ezt, és azt mondta, hogy de hát a Balázs Klári nem opera énekes, mondom, igen, tudom. De pontosan az a célom, hogy a hangmagasságom megvan, a zenei alázatom megvan, a fantáziám megvan, és átvariálva átviszem a könnyű műfaj felé. És most is azt mondom, hogy arra a lemezre nagyon büszke vagyok. Én szerintem a Carment azt olyan módon dolgoztam föl, ahogy azóta se hallottam senkitől, hát te is megdicsértél. Igen, de akkor egy divat hullám volt divat ez, hogy volt, a könyvüzenébe kicsit átültetni. És ez egy örök anyag, tehát hogy én nagyon örülök, és hát a Gyurival csodákat énekeltünk ott. Na de azért közben mögötte jöttek a populáris slágerek, és amikor egy-egy olyan színházterembe voltunk, hogyha elénekeltem egy Viljadalt, vagy valamit, tehát az emberek nem hitték, hogy ez a Balázs Klári. Hát ezt nem is hisszük el. Na, az már nekem elég volt, és ennyi volt a klasszikus. Úgyhogy igen, mindig, én meghallgattam több, van, hogy volt, hogy 80-100 dalt körülbelül lemezre készültünk, és akkor
a Gyuri ultizott, vagy pókerezett véletlenül, és lehet. Akkor, mikor fennakadt a rostán 20 dal, mert neki nem volt türelme, mondom, Gyuri, itt ez a 20, üljünk le, hallgassuk meg, és döntsük el, hogy mi legyen, melyik legyen. És akkor mindig így születtek a lemezek. Ezek közös döntések, vagy a közös. Gyuri dominálja? Nem, közösen döntük el, igen. Tehát szakmailag teljesen együttműködőek vagy? De, a hangnemeknél. Tadadada, próbáljuk ki? Igen, igen, nekem itt jó, Klárika. Neked meg mindenhol szól. Ez talán volt. Ez az egyetlen egy, aminél egy kicsit úgy magam felé húz a kezem. Igen. De nem húzott volt a kezem. De ez engem nem zavart. Egyébként nem vagyok domináns hím. Tényleg szólt nem? Mindenhol. Nem. Pedig megesküdtem volna kívülállóként, hogy a Gyuri meghatározza a ti szakmai együttműködéseteket, és te meg az élet összes területén döntesz egyébként. Nem. De az se igaz. Az se igaz? Nem. Gyuri, hát ahogy szól a mondás? Tudom, hogy a férje a nagy dolgokban mindig ődönt, a kicsikben én nagy dolgok meg nincsenek. Úgyhogy... Nem, azért közösen hozzuk meg a mindent, döntéseket. Igen. Sokszor ugye konfrontálódunk, mert ez... Ugye ez természetesen. Ez csak egy álom, egy ilyen lilaköt, hogy nincsen... jó házasságban is vannak összetűzések. Nem veszekedés, csak az a differencia, hogy más fajta. Tehát vannak előrevívő viták is, amiket jó, hogy vitatkozunk, ő más, vagy látja, én más, vagy látom. És latinos az élet köztetek, vagy szépen nyugodtan beszéltek meg mindent? Hát én egy oroszlán vagyok, aki hangosabb. A Gyuri egy kitartó bak, aki tartja magát. Őt elég nehéz, ha valamit elhatároz befolyásolni, nem is akarom. Aznap nem mondom tovább, mert látom, hogy reménytelen. 3 hét múlva újra előveszem azt a témát, és akkor már máshogy gondolja, és azt mondja, persze, Klárika. Szóval... És Klárika, mit szólt a te igazi második karrieredhez, amikor mint műsorvezető lesöpöltél mindenkit a pályára? Csodálatos volt. Amikor megszületett a póker műsorvezető. Igen. Ez egy fantasztikus dolog, őszintén megmondom, nagyon. Hogy ugye az éneklésbe lehet engem egy kicsit megmalmozni, mert aztán ilyen a kisugárzása, olyan a izéje. Én tudom a valóságot, de... Engedsz. De ebbe a műfajban nem lehet. Nem csak azért, mert a szakmai tudásom az megfellebezhetetlen ebbe a póker világba, és hanem azért, mert a kommentálásaimnak nem én szerintem, hanem például angol és amerikai szakemberek szerint is van egy olyan fajta, nem tudom, hogy vonulata, mondjam ezt, ami sehol nincs. Igen. Tehát a színpadi ember, a játékos és a szakkommentátornak a keveréket. Tehát nem azt mondom, hogy ugye mert két labból nagyon nehéz egy olyan fajta műsort csinálni, hogy téged lekössön, vagy téged. Mert látsz két lapot az embernél, és látsz 5 lapot itt. Én tudok pokerezni. Mondok olyat, hogy nagyon el fog képedni. Na. Az én fiamnak a fiad, van egy... hát többször találkoztunk vele. Igen, a fiam az csinált egy olyan tréninget, igen. Nagy cégek felső vezetőit megtanítja pokerezni, és bebizonyítja, hogy a pókerben hozott döntések, igen. Ugyanolyanok, mint az üzleti életben. Így van. Óriási sikere van. Ez nem egy szerencsejáték. Nem. Ezt tudni kell. Hát elég nehezen szokta meg az édesanyja, hogy ez nem egy szerencsejáték. De ez nem, nem feltétlen úgy működik, hogy és rá a lakásom. De most már értem, hogy a póker magam is tudom. Ember, én is imádom. És hogy milyen a sors, hogy ezt megadta nekünk, hogy én beleszerettem ebbe a játékba, és soha nem érdekelt az előtt. Semmilyen. És ő tanított meg? Vagy nem, hordtam a közvetítésekre, ez az üvegfal mögül láttam, hogy mi történik. És akkor egy idő után... Horváth Jancsi valami. Igen. És akkor aztán eljártam versenyekre, aztán eljártam nagyon nagy versenyre, ahol mint nő megnyertem, nagyon boldog voltam. És
És azóta is, amikor lehet. De melyik el a Texas Hold'em-el? Texas Hold'em-el. De hogy a mondod ezt, nagyon sok cégnek csinálunk pókerversenyt, és valóban ott állnak a főnökök, és nézik, hogy mikor, hogy döntenek a beleszokta. Hát sok minden kiderül egy ez játék. Fantasztikus. Bizony. Csak ezt ismerte fel az én gyerekem, aki nagyon először okos, csak pókerezett. Te igen. Gyuri, téged melyik szórakoztat jobban? Melyik fellépést szeretitek jobban? A pókerest vagy az éneklőset? Más a kettő. Van, amikor úgy kérnek föl, hogy csináljunk csak 50 perc sor, és utána pókerversenyt, igen. Ez a póker, csak azért mondom, hogy egyrészt ugye nem szerencsjáték, ez egy sport. Így hát, van. Olyan, és köszönjük, hogy ezt kimondtad, mert az emberek a minden már... kritériuma ott van, a kitartás, a kondíció, koncentrálás, a koncentrálás. Igen. A logika. A döntése. A döntés, igen, nagyon jó, nagyon. De hát ez egy olyan játék, amit 70 éves korban is nyugodtan meg lehet profi mód tanulni. Tehát elolvasod a könyvet, mondjuk, megtanulod a szabályokat, és eldöntöd, hogy te milyen fajta játékos leszel. Nekem lesz jó iskolám ez... volt, Lázár Egon, a Vígszehasz gazdaság, Horváth Ádám. Ja, így könnyű. Lénárt István, én tőlük tanultam meg igazán pókerezni. De ők nem véletlen az ötlapos póker tanították neked? És aztán együtt tanultuk a Texas Hold'emet. Mert én is eleinte az ötlaposat játszottam, úgynevezett európai draw pókert. Na, az nem sport, mert az főleg a pénzről szól. Igen. Ezt meg azt mondod, hogy a családnak, hogy egy üvegbor a tét, és egész éjszaka izgalmasan igen, játszatok érte. Itt. Agyfényesítő. Igen. Abszolút. Egyébként nagyon, nyilván nagyon. Te is ezzel a sok játékkal karban tartod az agyad is. Hát, nem igen, csak ahogy karban tartom, a Jóisten, amikor engem megteremtett, az agyam egyik részét kártyára állította be. Egyik kamra az a kártya? Az egyik kamra. Tehát olyan partikat elmondok neked, nem csak ebbe ultiba is, mert én kétszeres magyar bajnok vagyok, ultiba, hogy 40 évvel ezelőtt a Sándor Csikarral játszottam, ő volt az ultiba, a világhírű focista. Elmondom neked pontosan a partit. De nem ám úgy, hogy 10 lapból áll az ulti, hogy 3 tök, 3 mag, 3 piros, 1 zöld, 3 tök ház, tök 10, tök 2 maga, tehát így elmondom. Elképesztő. Ebben a tekintetben, tehát szakkommentátorként, póker szakkommentátorként, te világhírűnek vagy tekintető, igen, ugye? Igen, így van. A forgalmazók abszolút, az angol és mindenféle az amerikai ismerik. Nagy képviség nélkül mondom, amerikai igen, szakember mondta, hogy ilyenfajta kommentálást nem hallott még sehol. Hát általában unalmasan. Egyébként olyanok is nézték, akiknek semmi közük nem volt a pókerhez. Igen, igen. Mint például én. Tehát, hogy én azért nézték, mit csinál ez itt? És teljesen lenyűgöző, miközben a pókerről fogalmam sincs. Azt se tudom, hogy a kártya, amivel játszák, az magyar. De Jancsival, ti nagyon jó, Horváth Jancsival nagyon jó partnerek voltatok. Most is együtt közvetítünk. Tudom. Most például közvetítünk egy nagyon szerény versenyt, Las Vegasból 8630-an vettek részt, 10 000 dolláros beugróval, 860 millió dollár kerül szétosztásra. Jó. Ilyen szerény a verseny. Én ott a századik is szívesen lenni. Azért mondom, hogy ez nagyon nehéz sport. Most gondoljátok el, hogy 8600 ember közül milyen nehéz a úgynevezett final table-höz, a végső asztalhoz oda kerülni, ahol már 10 vannak, és ugye mind a 10 millió fölött. Behúzott sapka, különböző kerül. És óriási szerencse kell hozzá, mert mindez. Hát persze. És te ezek a behúzott sapkák, ezek a sórészek. Hogy ne lásd az arcát. Ne lásd a szemét. Hogy reagál. Van jelentősége, van. Mert az igazán profi játékos azonnal ránéz a másikra. Well, the poker face. És nem kell hozzá, elég, ha a szeme megrebben, és már tudja, hogy már valami bizonytalanság van. És manipulációra ez nem jó? Tehát, hogy nem lehet így manipulálni? Hogy eljátszott, hogy bizonytalan, aha, vagy aztán olyan lapot van, hogy ilyen. Mindent lehet, vagy, és ugyanakkor
teljesen biztos a győzelem. Lehet ezt is, de sok minden árulkodik. Tehát ahogy beteszed a zsetont, ahogy megnézed a lapot. Hát meg egyáltalán ezek állandóan nézik. Én például a Gyurinál én azt nem értem, Gyuri, most áruld el, miért emeled föl a lapot? Hagyd nézzék! Megnézik. Én itt a lap, ide teszem a kezem, és akkor így egy kicsit, és már olyan, látom, hogy mi van. Ő meg fölemeli, és a Pénzek Művész Klubban, ez most ulti, egy másik, mondom, volt egy nagyon jómódú öreg fogorvos, és ilyen nyugdíjas színház igazgatókkal játszott, és így tartotta a lapját, egyik oldalon egyik igaz, másik igaz, nézték a lapját, szegény ült, és azt mondta egyik az, nevel induljamval, és közben nézték a lapját. Az meg hagyta. Én is hagyom. Mert megoldod úgy is, hogy hadd lássák majd. Persze, azért olyan nagyon, agyadban nem látom. Néha én tudom, hogyha nézik, hát látom én azt. Nem mondod. Mennyire van tele a naptárotok? Nagyon. Azt hittük, hogy januárban pihenni fog. Tényleg ilyen 120 fellépes nyomtatok? Tavaly volt. Volt, most nem lesz. Ez hogy bírtátok fizikailag? Hát érdekes volt, de bírtuk. Hát akárhanyadik előadás az nap, mert ugye volt, hogy három is volt. Egy nap? Igen, 360 perc nekem nagy sarkúban. Gyurinak lapos sarkúban. Szóval amikor az ember fölmegy a színpadra, minden elmúlik, hiába fáj a fogam, vagy hiába. Homogéngátlás, ilyenkor nem fáj a fog, nem tüsszed. Oké, de háromszor egy nap. Azt nem nekiugrani. Azt... Jó, Klárika még egy csitri, de melegbe. A művész úr egy kicsit érettem. Azt csináljuk, de hogy... De finoman árnyaltam, mondta, hogy kicsit érettem. De ön, simán nyomjátok. Az állóképe, szóval simán. Ön... Nem simán. Elkezdjük a csak műsor. Csak el tudjátok játszani, hogy minden a legnagyobb? Nem kell eljátszani, mert négy dal után ő pihen, akkor én megcsinálom az én latin blokkomat, és utána visszajön a Gyuri. Neki az elég az öt dalt elénekelek, közben beszélek, stb. Te is zögykölődtök vidékre is? Hát ebbe a kocsiba lakni lehet, de tehát direkt azért van. A hangtechnikus. Ja, van egy. Vidékre én nem vezetek. Szóval öt dal, bocsánat, na, de most csak hogy a technika, technikát... igen. Öt dal után is, akkor egy kicsit érzem már, hogy a derek amúgy nyomul, és akkor bekonferálom a Klárikát, aki énekel három dalt, és nekem az a 10-12 pihen, perc elegendő. Pihen, iszik egy kávét, vizet. Ja. Igen. És visszamegyek, és megint egy fél óra. Igen. Kacagy bajadzó. Igen, és... Nem szenvedni. Tehát annyira össze vagyunk szokva, ugye, mert néha van, hogy az ember kikattan, nem jut egy szó az eszébe, vagy nézünk egymásra, és már jeleket, akkor a másik már rásegít. Tehát, hogy... Azért nagyon jó, hogy ketten vagyunk. Nagyon jó, persze, hogy ketten nekem, vagyunk. Persze, nekem szükséges. És ebből a közönség szerintem nem megy az előadás rovására, sőt, ők is énekelnek, meg olyan is volt, hogy még nem dolgoztunk együtt, és nem jutott eszedbe a szöveg, és a közönségből fölénekelt valaki, hogy néha. Volt egy zeneakadémián, énekeltem 65-ben egy nagy slágeremet, Rozsda lepi már az emlékeimet, az volt Beár György, és Nagy István összebb. Akkoriban mindent az Es Nagy Érdekében. Rozsda lepi már az emlékeimet, régen bennőtt a fű az elmúlt. És már többször énekeltem, és tudta, úgy kezdődik, hogy a zenekar jött. És tudtam, hogy nem így kezdődik, hogy Rozsda a refrénnel, és nem jutott eszembe. Hogy kell? A verszerész. Álltam zenekar kínjába, meg és mikor már negyedszer elkezdték egy pasasit, az első sorba felszólt. Néha-néha én, gyakran elgondolkozom. És egy csókot leköltölnek. Szóval vannak... Miért nem használtok iPad-et? Nem. De mindenki az, nem. Látjátok, mindenki az. Azt se használjuk, amit a fülükbe dugnak mostanában. A fülmonitor. Fülmonitor.
Ezzel együtt marha. De ott megy a szöveg, a fülmani? Az alap megy. Az jobban hallja az alapot. Az alap megy, és tudni illik, hogyha alapra énekel az ember, egyszer valahol elveszti a fonalat, vége van. Tehát, mert a zenekar utána tud menni, de, igen, de a az alap nem megy utána. Ez az alap, ez egy nagyon érdekes dolog, mert csöng a telefon, fölvesszük. Azt mondja, XY polgármester vagyok, innen vagy onnan. Jaj, annyira szeretném, hogyha lejönnek hozzánk. Mondom, hogy többféle verzió van, mit szeretne. Van a zenekaros, van a zenekaros, táncos, vetítéses, és vagyunk ketten, ahol a zene az ala. Mi mennyibe? Ja, jönnek, akkor csak ketten, tudod, mert persze. Ugyanannyi néző van a nézőtéren, csak nekik sokkal kevesebbe kerül. Na most ennek vége van, most csak nagy műsorokat vállalunk. És akkor azt mondják, csak élőt. Hogy élő. Igen. Hát... Hát élő, hát, élő hát nem plébekeltek, csak az alap a... Csak igen, az alap. Igen, de azért mi világéletünkben tisztán énekeltünk, akár lemezfelvételünk volt, akár... Mi nem engedtük az, hogy egy kicsit megtolják, mert ott alacsony, újra énekeljük. Alacsony, újra énekeljük, ne maradjon meg az utókornak. Pedig nagyon lehet ma már kozmetikázni. Hát nagyon lehet, de van hangmásológép. Vannak ám azért komoly veszélyei vannak. Tudni, az alap megy, és rá kell énekelni, és... Csak egyet mondok, ugyancsak Vándor Kálmán dal volt, az volt a cím, hogy Találkozás. Pajer Andris. Pajer András, Vándor Kálmán. Mondd, ugye álom volt csak az egész, óriási sláger volt. De úgy kezdődött, hogy ilyen duma van benne. Mondd, emlékszel még a találkozásunkra, a nagy társaság hangulatai táncolópárok. És közben megy az alap. És elkezdtem, mondd, emlékszem még a találkozásunkra, és ettől a pillanattól fogva egy szó nem jutott eszembe. És mondtam, ezért táncoló párok, mondtam a vakot. És alig vártam, hogy oda kerüljek. Nagyon veszélyes. Nagy. Kijöttél belőle, jó? Hát kijöttem belőle, csak össze-vissza dumáltam. Azóta nem énekeltem. És azóta nem énekeltem, mert ugye reflexzerűen mindig az jön be, hogy most fogom eltéveszteni. Na de ezt kérdeztem az előbb. Egy kicsike kis iPad-en megy a szöveg az orrod előtt, ahogy akarod, és kész, miért nem? Mindenki kiteszi, igen, csak ti nem teszi. Nem, nekem az életem legnehezebb angol szövege a Hallelujah, ez ami most olyan nagyon nagy sláger. Én azt hetekig, hosszú hetekig tanultam azt a szöveget, mondták ezt az iPad dolgot, de azt gondoltam, hogy ha nem tudom ez megtanulni, a Cohen, igen, hogy akkor nem kell elénekelni. Hát meg kell a szöveget tanulni. Én azt persze, Klárika, csak van az a helyzet, amikor ott ül velem szemben ez a bizonyos kolléganő, akit egész életemben ismertem gyakorlatilag, és fel kell konferálnom, és nem jut eszembe azt, hogy ja, Klárika. Van ilyen. Hát akkor... Ezért igen. Mondom azt, hogyha ott van az orrod előtt a kis, nem vagy köteles nézni, de hogyha éppen rá akarsz pillantani, akkor rá biztonságérzetet ad. És akkor a Parlare, vagy nem tudom mi volt az a sláger, nem ez volt az, ami... Melyik? Volt egy ilyen mindegy, nem jut eszembe. Parlare. Az. Igen? Nem ezt énekeltétek? Mi azt nem énekeltétek? Ezt nem énekeltétek? Parlare, mi ezt nem énekeltétek? Nem. Akkor csak azt hittem, hogy az a reflénje annak, amit az előbb elkezdtél, aminél sokkot kaptál, hogy nem értem. Nem, ez egy nagyon nagy sláger volt. Nagyon szerették. Mondd, ugye álom volt csak az egész. Mondd, mitől szédült meg a jó zenész. Azt hittem, hogy ennek nem a reflénye, de összekevertem. Persze. Nem. Akkor nincs hiányérzetetek, hogy nem lettetek színészek, ugye? Nekem egyáltalán nincs. Hát ez egy olyan nagy találkozás. Mit játszottál volna, Gyuri? Rómeót? Mit? Ó, Rómeó. Hát nem tudom, most már... Erről még sose beszéltünk. Na, mondd el. Miért akartál színész? Milyen szerep miatt? Hát azért akartam színész, mert azt hittem, hogy annak nem kell dolgozni a színésznek. Mert játszik, igen. Mert játszik. Azért akartam énekes is lenni, mert nem tudtam, hogy a legnehezebb pályát választottam. De nem láttad magad egy szerepben? Nem. Nem. Most hazudhatni. Ne, te nem szoktál. Nem. A legnehezebb pályát választottam. A legnehezebb, az éneklés, ami létezik. Aminek nincs vége. Tehát, hogy nem leszel nyugdíjas, mert hogy csinálod. Hát
én szerintem ez a Jóisten különleges adománya elsősorban, ugye én nem hiszem, hogy volt valaha is olyan énekes, aki 65. éve aktívan énekelt. Tehát, mert valljuk be becsülettel, ez a fiataloknak van ez a műfaj kitalálva. Hát, de jó, hogy itt de hát ameddig van hangod, addig nem? Hát, tehát, hogy ameddig hát, az eszköz rendelkezésetekre áll, hát egészségesek vagyok. Az eszköz, vagyok. Az igen. De hát, hogy mondjam ezt, hogy ne is legyek nagyképű. De legyen, van mire, Gyuri, van mire. De nem, hát büszke vagyok, boldog vagyok, hogy 84 évesen még énekeltek, akár nektek, akár a fiatalabbaknak. Akár az egész kicsiknek is érdekes. Meg, hogy meghagyja, imádnak benne. Rajonganak. Igen. Lejárt az időnk, de annyira jó, de hogy behívtál ide, mert nagyon, ugye? Nagyon ugye? Szeretem őket. Ha nem hívsz be, akkor is. És ez fordítva is. De kár, hogy lejárt az idő. Nagyon sajnálom, nektek két órásat kellett hívjatok volna csinálni. Hívjatok máskor is. Ha máskor is jöttök, akkor boldogan látunk benneteket. De köszönjük szépen. Köszönjük. És akkor nincs más hátra, mint hogy azt mondjam, hogy jövő héten is lesz majd heti jégbüfé. Nem ígérhetem, hogy ekkora sót fogok rendezni, mert akkor már egyedül leszek a Szegvári nélkül. Végre! Nézzenek minket akkor is viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.